Hello, hello mindenkinek! Élőben a Restartot látjátok, én a Vendi vagyok, és elkezdjük ma is az informatikai közel egy óránkat. Látjátok az elérhetőségeinket mindjárt a képernyő alsó részén. Tessék bátran hívni, csörögni, nézni bennünket. facebook.com/fixhd, itt is megy az élőadás, úgyhogy ott tessék nekünk kommentelni, ezeket én folyamatosan figyelem, de ezen kívül persze a Skype, illetve a telefon is él, úgyhogy lehet csörögni Skype-on a Fix TV Hungary-t, vagy tv.fixhd, ezt tessék keresni. Telefonon pedig a jól ismert 44513-49-es szám, amin keresztül el lehet bennünket érni. Hívjatok, kezdem a legfrissebb hírekkel, és persze közben nyugodtan jöhetnek a hozzászólások. Ezeket is figyelem. Kigyulladt egy Galaxy Note 9-es. Azért reméljük, hogy nem ugyanaz lesz, ami 2 évvel ezelőtt, ugye a 7-es kapcsán, de minden esetre azért ez eléggé szörnyű. Ugye egyelőre úgy tűnik, hogy csak egyedi esetről van szó, és nem történik olyasmi, ami 2 évvel ezelőtt a Note 7-es szériával kapcsolatban, ami teljesen hazavágta, ugye akku probléma miatt. A Samsung Galaxy Note 9 hardvere és tudása miatt egyaránt az idei év egyik legjobb telefonjának számít, már az augusztusi bemutatót követően elég nagy sikert aratott az univerzális érintő tollal ellátott óriási készülék, és szerencsére a Note 7 öngyulladó aksia is elég rég volt már ahhoz, hogy a régi sztori beárnyékolja gyakorlatilag ugye a friss csúcsmobil diadal útját. De hát azért csak történt egy baleset. A The New York Post szerint egy Long Islandben élő hölgy táskájában gyulladt ki nemrég egy Note 9-es, ezért keresetet is indított a bíróságon a Samsung ellen. Az ingatlan ügynökként dolgozó Diane Chang épp egy felvonóban utazott, és észrevette, hogy a kezében tartott telefon nagyon felforrósodik. Éppen ezért a retiküljébe tette a készüléket. De nem sokkal ezután arra lett figyelmes, hogy a táskájából fütyülő, recsegő hang kíséretében sűrű füst áradt ki. Chang először a földre tette a retikült, és megpróbálta kirámolni, de közben megégette az ujját, és gyorsan ugye a földre dobta magát a retikült mindenestől. Ezután az egyre sűrűsödő füstben igyekezett gyorsan megállásra bírni a liftet, és ahogy az ajtók kinyíltak a földszinten, a készüléket kirúgta a folyosóra. Az izzó mobilt végül egy másik épületben tartózkodó kapta fel valamilyen több rétegre hajtott törlőkendő vagy ruhaanyag segítségével, és egy vödör vízbe dobta bele. Hát vízálló, úgyhogy igazából ha ég és bedobod egy vödör vízbe, akkor elvileg el lehet vele oltani, bárha már felgyulladt egy telefononnak már mindegy. Chang azért tett egyébként feljelentést, mert egyrészt $1000 fölötti telefon hibája miatt nem tudta elérni az ügyfeleit, ráadásul a táskájában több értékes tárgy is megrongálódott a kigyulladó mobiltól. A hölgy keresetében az is szerepel, hogy állítsák le a Note 9 teljes forgalmazását, de szakértők szerint azért egyetlen eset miatt valószínűleg idáig nem jut el az ügy. Minden kezdődne előről, ez egy kérdésként teszik föl a laikusok. Egy ilyen esetből azért nem szabad visszamenő vagy messzemenő következtetéseket levonni, bár a Note mobilok nevét 2 éve valóban eléggé megtépázta a 2,5 millió darabos visszahívással végződő csúnya időszak, a későbbi Samsung mobilokkal már nem volt hasonló hiba, sőt a cég vezérigazgatója személyesen jelentette be, hogy most már az eddiginél sokkal szigorúbb vizsgálatoknak vetik alá a telefonokat, illetve az akkumulátorokat, valamint teljesen átdolgozták az egykori problémásnak tűnt alkatrészt, és teljesen más jellegű akkumulátor van már a készülékekben. A Samsung szóvivője szintén leszögezte, hogy eddig nem kaptak értesülést hasonló esetekről és meghibásodásokról, szóval egyelőre egyedi esetként kezeli a dolgot, de természetesen vizsgálják az ügyet. Azt pedig szintén érdemes látni, hogy ilyen esetek szinte minden gyártó telefonjaival előfordulnak. Olykor a bulvár média is tele van ugye felrobbanó iPhone-okkal, és több tucat egyéb márkájú készülékkel, táblagéppel, laptoppal, szóval nem remélhetőleg nem lesz egy Note 7-hez hasonló sorozat, és remélhetőleg ez az eset nem indít el felesleges pánik hangulatot senkiben.
Úgyhogy vigyázzunk a mobiljainkkal mindenképpen, mert az, hogy maguktól kigyulladnak, az egyébként a legritkább esetben szokott előfordulni, annak van valami oka, hogy kigyullad egy mobil. Persze lehet olyan is, hogy egy hibás egy akkumulátor mondjuk, vagy akár hibás a készülék, és túl melegszik az akkumulátor, de azért annak jelei vannak, mert akkor amúgy is melegedne a készülék. Tehát, hogyha valaki azt tapasztalja, hogy a telefonja folyamatosan forró, akkor igazából ez persze telefonfüggő, hogy hogyan tudja megvizsgálni, hogy mitől lehet forró a telefon, hogy az akkumulátor melegszik, vagy úgy egyébként melegszik a készülék, mondjuk azért, mert túl sokat nyomkodott, túlságosan világosra van állítva a kijelző mondjuk, túl sokáig világít a kijelző, ugyebár, vagy nehogy Isten, játszol vele, videókat nézel, ugye, hogy kicsit ilyen energiaigényesebb dolgokat művelsz a telefonoddal, akkor akaratlanul is valamennyire melegedni fog. Aztán persze, ha kint hagyod a 40 fokos tűző napon, akkor is melegedni fog. Tehát azért ezeket a dolgokat nem szabad összetéveszteni azzal, mint hogyha ténylegesen valamilyen hibából kifolyólag gyulladna ki egy készülék. Tehát ez bárkivel előfordulhat, ettől még én nem hiszem, hogy rögtön bíróságra kell rohanni, de hát Amerikában ismerjük a szélsőséges embereket bizonyos körülmények között, ugye azért kell ráírni mostanában már a mikrohullámú sütők dobozára is, hogy macskát nem szárítunk benne, mert nem arra való. Mert hát erre is volt precedens, hogy valaki bedobta a macsekot szépen fürdetés után a mikróba, hogy majd jól megszárítja a mikrohullámú sütő. Csak gratulálni tudunk egyébként az illetőnek, valószínűleg sok esze van. Tehát, hogy fogalma nincs valószínűleg, hogy hogyan működik a mikrohullámú sütő. Na ugyanez a helyzet itt is, tehát hogy azért ne pánikoljunk, azért mert kigyullad egy telefon, az egy nagyon szomorú dolog, de attól még nem biztos, hogy itt is arról van szó, mint 2 évvel ezelőtt, hogy bizony itt tömegesen gyulladnának ki. Ha persze tömegesen fognak kigyulladni a Note 9-esek, akkor majd a Samsung is valószínűleg elgondolkodik a dolgon, de egyelőre szó sincsen erről. Jó. Megyünk tovább, még mindig maradunk a Samsungoknál, azonban az A9-es készüléket vesszük egy kicsikét gorcső alá, egész pontosan annak is a Pro változatát. Október elején, 11-én fog egyébként bemutatkozni a készülék, amelynek 4 darab hátlapi kamerája lesz, és Qualcomm Snapdragon 710-es lapkával fog érkezni. Ugye pár héttel ezelőtt esett róla szó, hogy a Samsung most egy kicsikét felturbózza a nem csak csúcs kategóriás készülékeit, hanem a közepes kategóriájú készüléket, és ugye az A-széria az pont ez a kategória, ami a felső közép kategóriába tartozik, tehát nem is a legrosszabb készülékek közé, de nem is a csúcs készülékek közé, valahol inkább a csúcs felé hajlik, tehát felső közép kategóriának szokták ezt mondani. A Samsung október 11-én fogja bemutatni a legújabb okos telefonját, elvileg Galaxy A9 Pro névre fog hallgatni. Az új korszakot nyitó készülék a széria történetében, ugyanis a világon elsőként már 4 hátlapi kamerát fog tartalmazni. A szivárgások szerint ez lesz ráadásul a Samsung első készüléke, amelyben a Qualcomm új Snapdragon 710-es lapkája kerül. Ha ez valóban így lesz, akkor a kínálatban az A8, illetve az A8 Plus fölött helyezkedik majd el ez a modell. Tehát azért inkább a csúcskategóriára hajaz. Na. A hivatalos fotók, illetve renderelt képek egyelőre nem kerültek elő még a készülékről, de a pletykák szerint a Samsung Galaxy A9 Star készülékéről fogja mintázni a legújabb modellt. Az új lenyomat olvasó a hátlapra kerül majd feltéve, hogyha nem a kijelzőbe sikerül esetleg beépíteni, már valószínűleg tartott a technológia, tehát akár még az is elképzelhető. A kamerák a bal felső sarokba költöznek, szokatlan hátlap ellenére az előlap a Galaxy szériából ismert megjelenést fogja majd kapni, tehát gyakorlatilag ugyanúgy fog kinézni, mint a csúcskészülékek. A Samsung minden bizonnyal a Huawei Mate 20-as ugye eladásait is megzavarhatja ezzel, elvégre a tripla hátsó kamerás okostelefon ellen már 4 kamerával áll ki ugye, ez a készülék. Tehát ha valakinek a kamera szám számít, akkor lehet, hogy ezt fogja választani, bár én azt gondolom, hogy azért itt a Mate az inkább a Note tal tud versenyezni. Kérdés, hogy azon kívül, hogy ennyi kamera lesz a készülékben, mi egyéb más dolgot fog tudni még pluszban? Hát majd kiderül.
iPhone. Megérkezett ugye az iOS 12-es verziója, már egy ideje tölthető, hamarosan a boltokban is megjelenik ugye megjelennek az új iPhone-ok, az iPhone 10-es, 10-es Max, illetve a régebbi iPhone-ok és iPad készülékek tulajdonosai már most is telepíthetik az iOS 12-es végleges verzióját. Az Apple szerint az új iOS sokat javít a teljesítményen, illetve az új továbbfejlesztett funkciókkal is még tovább növeli a felhasználó élményt, úgy mint a frissített ne zavarj üzemmód, illetve AR eszközök, valamint a Siri Shortcuts támogatása is belekerült a rendszerbe. A tesztek szerint a legjobb dolog mégis az iOS 12-ben, hogy sokkal stabilabbá és gyorsabbá teszi még a régi iPhone-okat is, míg a régebbi rendszer frissítések inkább lassulást hoztak az eszközökön, addig az iOS 12-es mindenképpen gyorsulást fog eredményezni, és még a 2013-as iPhone 5S készülék is meg fogja kapni. Ugye korábban azt mondtuk, hogy csak a 6-os fogja már, a 6-os széria, úgy néz ki, hogy az 5-ös, azon belül is az 5S készülék még meg fogja kapni az iOS 12-es frissítést. Úgyhogy lehet örülni, iPhone-osok, gyorsabb lesz a rendszer, ha minden igaz. Eközben egyébként ugye az AirPower-nek úgy néz ki, hogy végleg búcsút inthetünk. Belsős információk szerint ugyanis az Apple olyan komoly fejlesztési nehézségekbe ütközött, hogy valószínűleg sosem fogja bejelenteni ezt a hardvert, mert hát ugye ez a vezeték nélküli töltő, és hogy mik lehettek ezek a nehézségek, állítólag túlmelegszik. És hát nem akar kockáztatni az Apple azzal, hogy maga a töltő fog fölrobbanni, hanem is a készülék, tehát túlmelegedéses problémák vannak állítólagosan, úgyhogy ezért nem dobja piacra. Ez érdekes egyébként, mert akkor gyakorlatilag nem is lehet kapni vezeték nélküli töltőt az Apple-hez, miközben a telefonok tudnak vezeték nélkül tölteni már az újak. Vagy legalábbis nem az AirPower-t, hanem ilyen kisebb, sima, egyszerű vezeték nélküli töltőt gondolom lehet hozzá kapni, de hát ezt meg bármelyik boltba kaptok pár ezer forintért, nem kell ezért 20x ezer forintot kifizetni, csak azért, hogy azon is egy alma logó díszelegjen valószínűleg, ugyanúgy fel tudja tölteni a telefont egyébként egy másik töltő is. És ha már iPhone-oknál vagyunk, megérkeztek az első elemzések az új készülékek fogadtatása kapcsán, ugyanis az előrendelésekből már most lehet tudni, hogy vajon mekkora sikerre számíthatunk. Állítólag a vártnál kevesebb előrendelés érkezett az iPhone 10-es készülékre, de az Apple Watch 4. generációs szériája állítólag nagyon népszerű. Egy ideje már előrendelhető az iPhone X, illetve 10-es, illetve 10-es Max okos telefon, illetve az iPhone Watch Series 4. Az elemzők nagyon kíváncsiak rá, hogy az újdonságok miként teljesítenek a következő hónapokban. Ming-Chi Kuo ezúttal az előrendelésekről árulkodott kicsit. A jelentése alapján a normál iPhone 10S jóval kevesebb előrendelés érkezett, mint amire mindenki számított. Vélhetően az a gond, hogy külsőre közel ugyanolyan a készülék, mint az iPhone 10S. A tavalyi modellhez képest funkcióban sincs olyan egetverő nagy változás. Tehát igazából aki vett egy 10-est tavaly, vagy az idén vette még meg, akkor igazából minek cserélje le, ha semmi extra plusz funkciót nem kapott a készülék. Állítólag az iPhone 10-es azért sem érdekli annyira az embereket, mert a 10-es Max és az iPhone 10R sokkal népszerűbbek. Legalábbis az iPhone felhasználók, illetve a megkérdezettek körében. Tehát a nagyobb készülékre arra sokkal szívesebben váltanának az emberek, vagy az olcsóbb verzióra, ami inkább a 8-asnak egyébként az utódja, bár a 10-es tulajdonságait hordozza inkább tovább. Q szerint minden esetre csökkentette az Apple a számait, szerinte az iPhone eladások 10-15%-át adja majd ki az iPhone 10-es, a korábbi mutató 15-20% volt még, tehát ennyire számítottak, már lejjebb vitték 10-15%-ra. Az iPhone 10R-nél ez az arány 55-60% az elemzők szerint, tehát nagy valószínűsége ez lesz a legkelendőbb készülék majd az Apple berkeimből. Hát valószínűleg azért, mert ez még ma megfizethető kategória. Ugye az olcsó iPhone, ami 300 000-nél kezdődik, hogyha forintosítjuk.
Az iPhone 10 Max, 10-es Max egyelőre sikernek tűnik, főleg Kínában nagyon népszerű. A dual SIM támogatás, illetve a nagyobb kijelző és az arany szín miatt, ugye ez a készülék, ez pluszban hordozza ezeket a tulajdonságokat. Itt az eladások 25-30%-ot tehetnek ki. 2018-ban összesen egyébként 75-80 millió új iPhone készülék fogyott, tehát ennek a 25-30%-át teheti ki a következő generációs, hát illetve a legfrissebb, méghozzá a legnagyobb, ugye a Max változatú iPhone. Az Apple Watchra eközben a vártnál több megrendelés érkezett, az idei évben még 18 millió Apple Watch fogyhat, ennek a fele lehet az új modell. Tehát van, aki már arra pályázik, hát logikus, és miért a régit venné meg, ha meg tudja fizetni, vegye meg az újat. Úgyhogy így állunk egyelőre iPhone fronton, és hát Tim Cook is megszólalt ugye az ügyben. Ugye a múltkor is megszólalt, hogy megmagyarázta, hogy miért ilyen drága az iPhone. Na most is magyarázattal szolgál, hogy miért még drágábbak az új iPhone-ok. Jövőre meg jön a legdrágább, gondolom. Tehát itt végigmegyünk szépen a Bruce Willis-féle sorozaton. Csak éppen nem az élete lesz drágább az embernek, hanem az iPhone-ja valószínűleg. Megmagyarázta az Apple vezér, hogy miért olyan drágák az idei iPhone-ok. No, meg úgy egyáltalán az iPhone-ok. Ezúttal nem egy kávé árával vetette össze Tim Cook a nemrég bejelentett iPhone-ok árát, bár most is megtette volna ezt az érdekes bagatelizálást, azonban tény, hogy az újdonságért mindenhol sokat kérnek. Az iPhone 10S és az iPhone 10S Max az eddigi legdrágább iPhone-ok, Magyarországon pedig a világ legdrágább árazásával is büszkélkedhetnek. Tehát a világon nálunk a legdrágább, majd ugye, hogyha a jövő héttől elvileg majd lehet kapni. Tim Cook, az Apple elnök vezérigazgatója, egy ázsiai interjúban magyarázta el, hogy mit is gondol az árakról. Szerinte, ami az árcédulára került, az az új okostelefonokba került magas szintű innovációt tükrözi, és úgy véli, hogy az általuk megcélzott vásárlók hajlandók is ennyit kifizetni. Üzletpolitikájuk lényegét foglalta össze azzal a gondolattal, hogy ha sok innovációt és értéket adnak, akkor mindig lesz olyan réteg, aki megfizeti ezt, és ez a réteg szerencsére elég embert tartalmaz ahhoz, hogy az Apple bátran belevághasson az üzletbe. Kacsing, és ugye a dollárjelek ott forognak, gondolom én, a szemében. Cook azt is felvetette, hogy egyébként mekkora bullshit duma, már bocsánat, tehát azt gondolom az innováció az nem az Apple-re jellemző mostanában, bár nem akarom én sem elbagatelizálni, még mielőtt bárki nekem ront, tehát nem mondom azt sem, hogy nem innovatív, de most a tavalyi iPhone-hoz képest milyen innováció van az újban? Milyen kiterjesztett, miről beszélsz te, kiterjesztett valóság? Tehát, hogy az szoftveres történet, tehát, hogy ott maximum az iOS-szel lehetne büszkélkedni, mert ott igazából az AR-hoz olyan túl sokat nem tesz hozzá hardveresen maga az iPhone, tehát semmivel sem fogja jobban kezelni szerintem az AR-t, tehát ugye a kiterjesztett valóságot, az új iPhone, mint a régi. Tehát valószínűleg semmivel, max, ha a kamera picit jobb, akkor lehet, hogy pontosabb egy nagyon picit, tehát ennyivel tud rásegíteni hardveresen. De mivel az előbb is elhangzott, hogy túl sok változást nem hoz, ezért van ott az S mögötte, hogy igazából ez csak egy felújított változat, egy ráncfelvart változat, innentől kezdve most miről beszélgetünk? Tehát mi abban az innováció? Hogy ráncfelvarunk valamit, az nem innováció. Az innováció az, amikor valami teljesen új technológiát mutatunk be, amire mindenki azt mondja, hogy hát de váó. Körülbelül. Na most erre azért csak nem mondja senki, hogy hát de váó, amikor semmi nem történt. Tehát, hogy mintha bemutatták volna a tavalyi iPhone, csak csináltak be 3-at. Egy nagyobbat, egy kisebbet, meg egy olcsóbbat, aminek nem OLED, hanem LCD kijelzője van. Tehát, hogy ebben semmi újdonság nincsen. Legalábbis szerintem, de persze lehet velem vitatkozni, nyugodtan lehet véleményt írni ennek kapcsán. Szóval, tehát ott tartunk, hogy Cook azt is felvetette, hogy az iPhone XR, vagyis 10R, és a még megfizethetőbb iPhone 8 és 8 Plus is részei a cég azon törekvésének, hogy az iPhone elérhető maradjon mindenki számára. Mindenkit szeretnénk kiszolgálni, megértjük azt, hogyha a felhasználók a széles választékot keresik, és az árakban is a választékra törekszünk, tette még hozzá.
Igen, tehát felvonultatja a skálát, úgy 300.000-től 600.000-ig innen lehet választani kategória. Mindeközben ugye a Xiaomi meglovagolta ugye az új iPhone-ok keltette hullámokat, és hát egy elég csúnya beszólást, illetve nem is beszólást, így nem is tudom, reakciót indított el. Mindjárt mutatom nektek, ha megtalálom. Igen. Tehát beoltotta gyakorlatilag az Apple-t a következő féleképpen. Ők csomagokat dolgoztak ki, hogy egy iPhone áráért ők mit is adnak egész pontosan. Három csomag van, ugye a három bemutatott telefonhoz viszonyítva. A csomagoknak a tartalma következő. Az első csomag, ami a legolcsóbb, az XR csomagnak nevezték el. Csak hogy mégis a fantázia nevekből lehessen következtetni arra, hogy ők mit adnak mondjuk egy iPhone 10R-ért. Kérem szépen, ők adnak egy Xiaomi Mi 8 SE okostelefont, 6 giga RAM-mal és 128 GB-os háttértárral, ugye ez a csúcstelefonja a Xiaomi-nak. Adnak mellé egy 12,5-szolos Xiaomi Mi Notebook Air-t, ami 8 giga RAM-mal és 256 gigás SSD-vel rendelkezik, és ez egy laptop gyakorlatilag, amely méltó vetétárs egyébként a hajdani MacBook Air-nek, mert hát vékony, pici, és gyakorlatilag könnyű, és mégis elég brutális tudása van. Emellé adnak egy Xiaomi Mi Band 3-at, ami egy okos óra gyakorlatilag, minden olyan funkciót tud, amit egy okos órának tudni kell, és még adnak mellé egy Xiaomi Bluetooth headsetet. Ennek a négy eszköznek az ára annyi, amennyibe egyébként az iPhone 10R kerül. Tehát így találták ki a csomagot. Második csomag. Ott is egy csúcskészüléket dobnak utánunk. Itt a Xiaomi Mi Mix 2S készüléket adják, ami 8 giga memóriával és 256 GB-os háttérrel rendelkezik. Szintén jön egy laptop, egy kicsit nagyobb, 13,3-szolos, szintén Xiaomi Mi Notebook Air. Az a többi tulajdonságában megegyezik, tehát 8 giga memória, 256 gigás SSD, ugyanúgy megkapja a Bluetooth fülest, illetve a karórát. Eznek az ára, ez gyakorlatilag $1,266, ami nagyjából ugye az iPhone 10S készüléknek az ára. És a legdrágább kategória, na itt jön a csúcskészülék, a Xiaomi Mi 8-as készüléke, amely 6 GB-os memóriával és 128 GB-os háttértárral rendelkezik, egy 15.6-os notebook, szintén Xiaomi Mi Notebook Pro, itt már nem Airbooknak hívják, mert ez már nagyobb, viszont brutális, tehát egy i7-es készülékről beszélünk, ami elég brutális tulajdonságokkal rendelkezik, tehát egy nagyon szinte mai csúcs számítógép, csúcs laptopnak számít, és itt is megkapja az órát, illetve egy nyakba akaszthatós Bluetooth fülhallgatót kap mellé. Ennek $1,397 az ára, ami még nem éri el egyébként az iPhone 10S Max-nak az árát, mert ugye az $1,450 lenne, hogyha a full árát néznénk, tehát a legdurvább árat. De mondjuk már egy nem fullos, tehát nem 512 GB háttérrel rendelkező, hanem mondjuk csak egy 256 gigás háttérre rendelkező iPhone-nak ennyi az ára, amiért itt cserébe még egyszer mondom, egy Xiaomi csúcskészüléket kapsz, mellé egy csúcslaptopot, egy okos órát és egy Bluetooth fülhallgatót. Tehát, hogy itt egy komplett pakkot kapsz ezért cserébe, amennyibe egyébként egy telefon kerülne. Ugye hát arról már ne is beszéljünk, hogy akár autót is lehet ebből a pénzből menni, tehát majd mindenki eldönti, úgyhogy ennyit arról, hogy innováció, tehát akkor más cégnek miért megy az innováció viszonylag olcsóbb megoldásokkal is. Természetesen lehet erre bármit mondani, jöhet a duma, hogy support, jöhet a duma, hogy minőségi alkatrészek, blá, blá, blá. Igen, mélységében bele lehet ebben menni, de azt gondolom, hogy ne menjünk bele. Egymással kekeckednek, mi meggondoljunk, amit akarunk, ti megválasztatok, amit akartok. Tehát igazából rá van bízva természetesen a felhasználókra. Mi a véleményetek erről? facebook.com/fixhd. Nézzük is, hogy milyen hozzászólások jöttek. Ja, meg elindítom a Skype-ot is, hogy ott is tudjatok csörögni, ha szeretnétek. Ez a mi Skype-unk. Na, ez a mi Skype-unk, jó van. Tehát Fix TV Hungary. András, Feri, Zsolti, Anyuci,
Krisztián, szevasztok, üdvözöllek benneteket, Krisztián írt is nekünk hozzászólást. Szia Vendi, úgy hallottam, hogy akár melyik szolgáltatótól vásárolok mobiltelefont, az már független. Mit tudsz erről? Hát, én ezt azért nem így tudom, hanem én úgy tudom, hogy attól függ, hogy vásárolsz. Ha hűségidővel vásárolsz, tehát lekötöd magadat, és ezért mondjuk olcsóbban veszel telefont, vagy részletre veszel telefont, akkor azt a telefont lehet, hogy fizikailag független egyébként, ezt nem tudom 100%-osan megmondani, de minden esetre én úgy tudom, hogy a szabályozás az úgy néz ki, hogy a szolgáltatónak az egyéb, tehát amikor már semmilyen hűséged nincsen, és elmehetsz a szolgáltatótól, tehát hogy te bármikor válthatsz szolgáltatót, ha nincs hűséged ugyebár, vagy ha kifizeted a kötbért, mert ugye úgy ki lehet szállni egy hűségből is, akkor kérheted a szolgáltatótól azt, hogy függetlenítse a készüléket. De addig, ameddig hűségidő van, addig elvileg ezt nem kötelessége a szolgáltatónak kifüggetleníteni a készüléket. Más szolgáltató meg ugye nem függetlenítheti ki, mert gyakorlatilag, amikor ezt mondjuk részletre vásárolod, akkor az igazából, bárhogy is nézzük, nem a tied, hanem a szolgáltatói addig, amíg te ki nem fizeted. Ez olyan, mint bármelyik hitel. Tehát most van egy hiteled, mondjuk nekem van egy hitelem, amiből én vettem egy autót. Igaz, hogy az autó, az igazából én vettem, mert személyi kölcsönként vettem fel a hitelt, de úgy nézzük, azt a bank által hitelezett pénzből vásároltam. Tehát innentől kezdve az, ha tulajdonilag nem is, de a banké, akárhogy is nézzük, na, jogilag persze ez nem így van, de most megpróbálom leegyszerűsítően mondani. Ugyanez a helyzet a telefonoknál is. Ha te részletre veszel telefont, tehát, hogy kihozod 0 forintért, vagy valamennyikor a kezdő részletért, és utána te havonta csengeted ki a telefonnak az árát, akkor az, amíg le nem jár ez az idő, ez a hűségidő, vagy hitelidő, addig én úgy tudom, hogy a szolgáltató ugye magához köt, tehát, hogy nem kötelessége függetleníteni a készüléket. Az más kérdés, hogy alapvetően már lehet, hogy vannak olyan készülékek, amiket nem is zárnak hálózathoz, tehát igazából beletehetsz más SIM-kártyát. Nem tudom, hogy ez pontosan hogy van. Hallottam én is már mindkét fajta megoldást. Oké, itt van velem Szabi. Hello, Szabi! Szia, Vendik! Szia, szia! Szia! Még hozzászólni az a függetlenítésebben, hogy a telefonnál vagyok előfizető, és állítólag az NMH, tehát az a médiahatóság adott ki egy olyan úgymond törvényt, hogy attól függetlenül, hogy hűséges, tehát hűségnyilatkozatot ír alá az ügyfél, attól függetlenül független telefont kell biztosítson. Ezt azért is mondom, mert gyakorlatban is van ilyen példa, hogy nekem volt olyan lehetőség, ugye, hogy igényelni lehetett, tehát SMS-ben, vagy pedig ugye az ügyfélszolgálaton, hogy függetlenítsék a telefon. Uh-huh. És abban az esetben ugye el kellett küldeni az e-mail számot ugye a Telekomnak, és egy 2-3 napon belül jött egy visszajelző üzenet, amiben egy kódsor található, és gyakorlatilag ezzel függetleníthettem a telefon. Tehát van olyan uh-huh. lehetőség, hogy hűségidőn belül független telefon készülék legyen az ügyfélnél. Aha. Oké, nem ismerem 100%-osan ezt a törvényt ebben a formában, hogy ez így ebben a formában le van írva, azt így nem tudom megerősíteni, de az biztos, hogy ha nincs semmiféle hűség, akkor onnantól kezdve a szolgáltató kötelessége kifüggetleníteni. Szerintem addig, ameddig tart a hűségidő, addig nem kötelessége. Az más kérdés, hogy megcsinálja esetleg, de nem. Megcsinálja, mert a Telekomnál gyakorlatilag uh-huh. így volt, hogy jó, elhiszem neked. És kaptam egy értesítőt, hogy abban az esetben, ha díjmentesen szeretném, akkor jelezzem, és akkor egy pár napon belül ugye az e-mail számot el kellett küldeni, és kaptam egy kócsorozatot, okay. amivel gyakorlatilag ki lehetett függetleníteni. Még azt akarom megkérdezni, Vendi, hogy a Samsung S8-asnál csak júliusi biztonsági frissítés jött ki. Ugye eddig minden hónapban frissítés jött, hát nem tudom, szerinted mi lehet, hogy most ez jó kérdés, nem? Nem tudom. Hát ezt a Samsungtól kérte, ezt ne tőlem, köszönöm, fogalmam sincsen. Oké. Okay. Hello. Szia, szia, köszi, hogy hívtál. Utána járunk majd ennek, illetve majd titeket is kérlek, hogy nézzetek ennek utána, mert most nem, mintha nem hinném el a Szabinak, de
de azért bizonyosodjunk meg róla, még mielőtt itt elkezdjük azt terjeszteni, hogy valóban kötelesség a szolgáltatóknak függetlenül adni a készüléket. Mert csak azért is, mert ha jól emlékszem rá, az egyik ismerősöm most vett egyébként készüléket, és neki nem független a készüléket. Tehát, hogyha meg igazából bármikor függetleníti szívesen a szolgáltató, akkor miért zárja a hálózathoz kapásból? Tehát miért nem adja kapásból úgy, hogy független a készülék? Én is úgy tudom, hogy hűségidő letelte után, de a Szabi most azt mondta, hogy hűségidő közben is kifüggetlenítik. Akkor most hallom az információt innen a kollégáktól, hogy a Telekom oldalán is fönn van egyébként, hogy a hűségidő után függetlenítik. Tehát nem tudom, nálad ez hogy történt, Szabi, de minden esetre akkor nálad ezek szerint valamiért ezt megoldották. Na, menjünk tovább. Zoli írja nekünk. Szia, Vendi! Mi lehet a baja 2 PC-nek? Az egyik PC bedugja az unoka öcsém a tápkábelt, és magától beindul, de a ledek nem világítanak. Pittyeg, de eddig nem pittyeget. Rammal is pittyeg, meg anélkül is. Képet nem ad meg semmi. A másik PC-nél az a baj, hogy bedugja a tápkábelt, és nem lehet bekapcsolni. Régen pörgött a proci, meg a venti, most már nem pörög. Mind a 2 PC-be próbálta mások tápokkal, de semmi. Mi lehet a baja az unokaöcsém gépeivel? Hű, gyerek! Hogy tudsz te fogalmazni? Komolyan mondom. Többes számot az egyes számmal. Nem is értettem a kérdést, mert próbáltam kisillabizálni, hogy mit, hogy olvassam el. Na igen, tehát az egyik gép bedugja, és rögtön elindul. De nem történik semmi. Tehát bekapcsol, fölpörög, ledek világítak, de nem történik semmi. Hát, ez gyakorlatilag bármi lehet. De tényleg, videókártya probléma, ha pittyeg, akkor memória probléma is lehet. Ha már 2 gép van, próbáljátok, nem tudom milyen gépek, mert persze az nem derült ki, de ha ugyanolyanok vagy hasonlók, és mondjuk ugyanolyan memória kell beléjük, akkor lehet, hogy egyikből a másikba meg kéne próbálni áttenni, hogy esetlegesen mondjuk a memóriát kiszűrni, hogy az-e a gond, videókártyát, ha van alaplapi, akkor szedd ki a videókártyát, és próbáld meg az alaplapiba bedugni, ha nincs, akkor próbáld meg egy másik videókártyával. Ezeket így végig kell próbálgatni, tehát ezt így látatlanba, így nem tudom neked megmondani. A másik, hogy be se kapcsol, na hát ott most a legegyszerűbb dolog is lehet, hogy nincs bedugva a konnektorba, tehát hogy így már találkoztunk már ilyennel is. De lehet az is, hogy a tápa hibás, az is lehet, hogy a tápnak nincs baja, de az alaplapa hibás, ezért letiltja már kapásból azt, hogy a táp ugye bekapcsolja magát a gépet. Tehát ezt így nem tudom neked megmondani. Végig kell szépen próbálgatni azokat, amiket most itt az előbb mondtam. Jó? Aztán Laci írja nekünk, szia Vendi, 2 napja vásároltam telefont, egy A5-ös Samut, mint a régi telefonok esetében, most is azt mondták, hogy ki kell sütni az aksit 15-6 órán keresztül tölteni, szerinted is ezt kell csinálni, illetve jó 100%-ig tölteni, vagy hosszabb lesz az élettartama, ha csak 80%-ig töltöm, időnként le kell meríteni teljesen, bocsa sok kérdésért, válaszolt előre, és köszi, jó a műsor. Köszönöm szépen, hogy a vasárnap esti műsorról lehet-e valamit tudni? A gumiszobára gondolsz, még nem lehet semmit tudni. Előkészülőben. A kérdések meg nem sok, igazából ezek tök jogos kérdések. Szerintem hülyeség ez manapság. Tehát lítium-ionos vagy lítium-polimeres akkumulátorok vannak a telefonokban, azokat nem szabad lemeríteni, és nem is szabad 100%-osan föltölteni. Mivel van egy normális, tehát a normálisabb telefonokban, és az most már egy jó pár éve így van, a töltő elektronika ezt úgy figyeli. Tehát tönkretenni igazából nem tudod, lemeríteni nem tudod, mert a telefon kapásból ki fog kapcsolni, ha már ilyen 15-20%-on jár az aksi, és teszem hozzá, hogy van benne puffer, tehát neked azt mutatja, hogy 15-20%-on tart, de igazából még lehet, hogy 30% is van benne, de ő már ki fog kapcsolni, pont azért, hogy ne merítse le teljesen az aksit. A feltöltésnél ugyanez a helyzet, neked azt írják, hogy 100%-ra fel van töltve, de igazából valószínűleg csak 80-90%-ra van feltöltve, a többi az a puffer. Tehát az arra van, hogyha mikor majd már az akkumulátor kezd amortizálódni, akkor kezdi el felhasználni a többi energiaforrást. Tehát igazából nem kell ezt túl
praktikázni, meg túl reagálni. A mai telefonokat tök mindegy, mikor töltöd. Annak nem árt az sem, hogyha rátöltesz, az sem árt, ha egész nap a töltőn van, az sem árt, hogyha lemeríted, de ne szállt. Tehát arra kell vigyázni, hogyha lemerült a telefon és kikapcsol, akkor ne kapcsold vissza, mert egyébként bármelyik telefont vissza lehet kapcsolni, és még lehet használni egész sokáig, na de az már nem teszi jót az akkumulátornak. Tehát az tényleg csak végszükség esetén, mert azzal viszont tényleg lehet amortizálni az akkumulátort, hogyha ő maga már kikapcsol, és te visszakapcsolod, és még használod órákig, mert lehet, hogy bírja, de az már nem tesz jót neki, mert onnantól kezdve a pufferből dolgozik, és viszont ha egy lítium-ion aksit tényleg teljesen lemerítesz, na ott vannak a gondok. Vagy mondjuk a sokáig áll egy telefon, és nincs feltöltve, ugye veszít a töltöttségéből folyamatosan, egy hét alatt képes teljes töltöttségről csutkára lemerülni egyébként a telefon, anélkül, hogy használnád, tehát kikapcsolt állapotban is. És ha valaki mondjuk hónapokig nem használja a telefonját, akkor bizony előfordulhat az, hogy az akkumulátora olyan szinten tönkre megy, hogy nem fog bekapcsolni a telefon. Erre is van egyébként trükk, rá kell dugni a töltőre, és egy fél napig tölteni kell, és egyszer csak el fog indulni. Tehát igazából nem nyírja ki 100%-osan a telefont, az, ha 100%-osan lemerül, de azért ez nem tesz túl jót neki hosszabb távon. Jó? Tehát igazából ezzel így nagyjából mindent elmondtam az aksikról. Persze egyébként gyártóktól függően ez eltérhet, nem mindenki pontosan ugyanezt a technológiát használja, de általában a legtöbb telefonja úgy, a Samsungok ráadásul így használják, tehát hogy van benne egy kis puffer. Úgyhogy ez a teljesen lemerítjük és 100%-ig feltöltjük dolog, ez abból a szempontból egy nagyon picit okés, hogy amit az előbb is mondtam, hogy ha sokáig áll a telefon és nincs használva, akkor az akkumulátor lemerül. És amikor megveszel egy telefont, az lehet, hogy hónapokig a polcon állt. És nem töltötte senki, sőt, tehát ki se volt csomagolva. Tehát ott elképzelhető, hogy ez a mondás az igaz, hogy hát fel kell tölteni, ha használni akarod, tehát nem árt, ha 100%-ra feltöltöd, és bizony, lehet, hogy az első 100%-ra való töltést, még ezeknél a telefonoknál is, amik manapság már egész gyorsan feltöltődnek, is lehet, hogy inkább több órán keresztül fog tartani, és célszerű ilyenkor valóban egyébként, hát ha nem is 15 órát, de egy 8 órát tölteni a telefont, hogy tényleg 100%-ra töltődjön fel. Tehát ilyen félig igazak ezek a mondások. De ugye ez igazából valóban a régi telefonoknál volt az, amikor még ilyen nickel, metal, hibrid, meg mit tudom én, milyen készülékek voltak, vagy akkumulátorral ellátott készülékek voltak, azok úgy működtek kapásból, hogy azokat ki kellett sütni. És ugye amikor feldugtad a töltőre, a töltő azt csinálta, hogy igazából először hiába dugtad rá, hogy nem töltött, sőt azt vetted észre, hogy még jobban merül. Mert kisütötte, tehát lemerítette teljesen, és utána töltötte föl 100%-ra. De hát ez régen volt, manapság már nem így működnek az akkumulátorok. Aztán József írja, hogy az általad megvásárolt akku nem használható azonnal, mindenképpen fel kell tölteni használat előtt. Az akuk a gyártótól feltöltött állapotban érkeznek, az első töltéssel csak a gyártás óta bekövetkezett veszteséget kell pótolni. Ez is korrekt, mert így van. Egyébként tényleg attól függ, hogy mennyit áll a polcon. Tehát egy pár hónapos telefon, amikor te kicsomagolod a dobozát, és bekapcsolod, lehet, hogy egy fél napig simán tudod használni, mert van még benne annyi szufla. De ha mondjuk jó pár hónapig állt a polcon, akkor lehet, hogy nincs benne szufla. Tehát én már vettem így is telefont, meg úgy is telefont. Vettem úgy is telefont, hogy majdnem tele volt az aksia, gondolom az nemrég érkezett meg az a készülék, még nem volt ideje nagyon merülni, de vettem úgy is telefont, hogy be se akart kapcsolni, már hozott egy másikat a boltba a csávó, mert hogy az itt egy rossz a telefon, tehát hogy nehogy már úgy adja oda, hogy be se tudja kapcsolni. Pedig ott bontotta ki, tehát hogy ilyen is van. Úgyhogy bármelyik változat igaz, amit Józsi ír, ez teljes mértékben így van, tehát a gyártók fullra feltöltve adják egyébként, vagy dobozolják be a telefont. Aztán Laci írt itt választ, Zoli kérdésre, pittyegést bípkódnak nevezik, és azt kell megnézni, mit jelent, alaplapot gyártói oldalán szoktak lenni leírások, olyanok ezek a bípek, mint a Morse kód. Így van. Igen. Tehát a csipogás az ilyen, bár igazából, ha jól láttam, akkor itt volt olyan, hogy nem is csipog, aztán meg csipog. Tehát, hogy nem értettem a kérdést már, úgyhogy
kicsit óvatosabban ezekkel, vagy fogalmazd meg szebben, és akkor megpróbálom megérteni, jó? Aztán Imre írja nekünk, én a T-Mobile-tól részletre vettem mobilt, táblagépet, és mindkettő független. Ezért mondom, hogy én is hallottam már ezt is, meg hallottam már azt is. Tehát, hogy volt olyan, akinek függő a készüléke, volt olyan, akinek kapásból függetlenül adták. Nem tudom, hogy mi a bevált szokás. Lehet, hogy gyártó kérdése, és van, amelyiket függetlenítik, van, amelyiket nem. Tehát, hogy szerintem erre általános szabályzás az az, hogyha vége a hűségidőnek, akkor köteles a szolgáltató elengedni téged. Mert ugye eddig az volt a gond, hogy hiába van vége a hűségidőnek, a szolgáltatók eddig nem nagyon vállalták be a függetlenítést, vagy ha igen, akkor is pénzt kértek érte. Ha nehogy már elmenjél tőlem, és átmenj a konkurens szolgáltatóhoz, francokat fogom én neked ingyenesen függetleníteni a telefonodat címszóval. Na most ezt regulázták meg kicsit az NMH-nál, és az új törvény, vagy szabályozás, hogy igenis kötelező a szolgáltatónak kifüggetleníteni. De csak a hűségidő után, tehát a hűségidőd van, akkor hűségidőt tart, akkor bár egyébként ott is logikus lenni, akkor is kifüggetleníthetné, mert hogy ahhoz semmi köze nincs, hogy te átmész egy másik szolgáltatóhoz, de továbbra jobban is fizeted a telefonnak a részletét annál a szolgáltatónál, akinél vásároltad. Igazából ehhez jogod van, tehát lehet, hogy akkor is kifüggetleníthetik most, hogy így belegondolok. Nem tudom, utána kell nézni, mert ahogy látom, és az oldalon meg az van, hogy a hűségidő után. Tehát innentől kezdve ez nem egészen egyértelmű ez a történet. Zsolt írja nekünk, van egy gépem, ami non-stop megy, a HDD hőmérséklete 46 fokos, az nem túl meleg? Ja, a szobában kb. 25 fok van. Hogy van neked 25 fok a szobában? Hol laksz te? Vagy már fűtesz? Nem, a 40 és 50 fok közötti hőmérséklet az a vinyóknak az a normális, én úgy tudom. Tehát persze, hogyha szerver szobában van, akkor lehet ez kevesebb is, meg hogyha nagyon meleg van, akkor lehet ez több is, de azt hiszem, hogy a 40 és 50 fok között van a gyári hőmérséklet. Tehát a 46 fok az pont a kettő között van, szerintem az tökéletesen jó. Meg ez gyártófüggő is, tehát vannak olyan vinyók, amik jobban melegednek, pláne gyorsabbak, tehát mondjuk ami 7200-vel pörög, az logikus, hogy jobban is melegszik, hát ha már csak a fizikából indulunk ki, hogy gyorsabban pörög a cucc, tehát hogy ergo nagyobb energiát termel, nagyobb hőt termel, mindentől kezdve jobban melegszik. A lassabb vinyók, meg azok a vinyók, amik ekomódban vannak, lekapcsol, ha nem kell, tehát, hogy mit tudom én, csak akkor élet föl, amikor éppen használni kell. Ezekkel lehet azért spórolni, mind a vinyónak egyébként az élettartamán is. Meg ugye a hőmérsékletet is ezáltal jobban lehet kicsikét szabályozni, úgymond. Egyébként érdekes módon ezek az ekóvinyók, ezek sokkal jobban melegszenek, ha éppen használva vannak. Ezért is ekók, hogy amikor onnantól kezdve, hogyha éppen nincs használva, akkor meg le tudja viszont magát kapcsolni. Úgyhogy találkoztam én már mindenféle vinyóval. Úgyhogy nem gáz, a 46 fok az szó-szó, az szerintem tökéletes. Aztán Melinda írja nekünk, szia Vendi, az alábbi konfigon, ugye menne a Windows 10, AMD FX 4320-as quad-core. 8 mega memória, szerintem az giga inkább. Nvidia GeForce GT 740-es, gigabyte alaplap. Ja nem, gigabyte videókártya. Ja, hogy okay, rendben, 250 gigás SSD plusz egy 500 gigás SSD. Köszi a választ. Persze. Simán megy. Tehát Core 2-n megy, akkor quad-core-on pláne. Tehát szerintem nem lesz baja a Windows 10-zel. Simán. Aztán Laci írja, nem a bekapcsolásnál akár zárlatos alkatrész is lehet a gond, meg ahogy mondtad, 1000 plusz egy hiba lehet így láthatlanba, csak azt lehet tanácsolni, hogy ki kell tesztelni egyesével az alkatrészeket. Hát ezt mondtam én is gyakorlatilag. Már volt tesztelve tápokkal, videókártyákkal és integrált kártyával is volt tesztelve, azt írja közben Zoli. Az a baj, Zoli, hogy attól függetlenül csak ezt tudjuk mondani. Akkor lehet, hogy rossz az alaplap, rossz az a videókártya, rossz az a memória, rossz az a táp, tehát most ezeket már próbáltad cserélni, és ettől nem javult meg, akkor tovább kell menni, és meg kell nézni, hogy mi nem volt cserélve.
Hát mondjuk az alaplap. Hát akkor lehet, hogy ennyi volt az alaplap. Tehát, hogy memóriát se írtad, lehet, hogy a memóriák, ha ugyanúgy hibás, mondjuk lehet, hogy nem az alaplap, hanem a memória hibás, akkor innentől kezdve, hogyha azt nem cserélted ki, akkor ugyanúgy megvan a hiba. Lehet egy zárlatos SATA kábel is, az is okoz ilyet. Én már találkoztam olyan, nem indult a gép, már mindent szétszettünk, kiderült, hogy az egyik SATA kábel zárlatos volt. Több órán keresztül mindent kipróbáltunk már. És ennyi. Utána egyesével már mindent lehúzogattunk, egyenként dugtuk vissza, és kiderült, hogy azt a vinyót, amikor rádugtuk azzal a kábellel, akkor nem indult be a gép. Rádugtuk egy másik kábellel, beindult a gép. Mert össze azt hittük, a vinyó rossz. Nem. A kábel volt rossz, és a zárlat miatt ugye leoldott az alaplap, ezért innentől kezdve csak azért, hogy ne sérüljön meg, nem engedte elindítani a gépet. Bármi lehet. Tehát azért mondom, a Laci is, hogy ezer meg egy oka lehet, most nem kezdem el mindet sorolni, mert akkor itt ülünk holnapig. Ezt neked kell szépen végigjárni és kitapasztalni. Persze, van csere alkatrész. Mondjuk, ha több memóriád van, akkor érdemes kivenni egyet. Vagy egyet benne hagyni, inkább úgy mondom. Tehát egy darab memóriát, ami mondjuk a másik gépbe tuti megy, bár mondjuk a másik gép sem megy, akkor ott már a kapásból gondok vannak. De mindegy, tehát ezekkel tudsz operálni, hogyha nincsen csere alkatrészed. Aztán a Telekom hűség döntő többségét már most is kártyafüggetlen mód. Gyerekek, ti komolyan, mint a Google fordítóval írnátok. Tehát én ezen teljesen meg vagyok ám rökönyödve. Nem, mint hogyha elvárnám, hogy helyesen írva, meg szépen megfogalmazva, de tehát, hogy a toldalékokkal minden második kommentelőnek problémája van, azt azért így. Tehát, hogy már bocsánat, én nem akarok nagy képüsködni, de ha én valahova kommentelek valamit, akkor elolvasom kétszer is, hogy mit küldök ki. De most tényleg megfogalmazom, majd miután megírtam, végigolvasom még egyszer, hogy az esetleges helyesírási hibákat, vagy amiket kijavítsam. Tehát ne úgy kommentelj, majd küldjük is, kész, kit érdekel, majd megérti valahogy a hülye gyerek a tévébe. Tehát, hogy kicsit nézzetek már rá, hogy mit írtok, mert én égek be, mert azt hiszik a többi néző, én nem tudok olvasni. Én pedig csak szó szerint próbálom felolvasni, ami oda van írva. Abban meg ez sikeredik. Tehát, hogy néha próbálom helyre tenni, hogy mégse hülyeséget mondjak, de nagyon nehéz így megérteni, és akkor még segíteni is. Na, itt van közben a Telekomnál a szolgáltató által a témában való válasz. Azt mondja, hogy a mobil készülék döntő többségét már most is kártyafüggetlen módon értékesíti a Telekom. Tessék! Döntő többségét. Ez azt jelenti, hogy én is mondtam, van amelyik készüléket. Igen, van amelyik készüléket. Nem. Hát ez gyakorlatilag mindent megmond. Ha nálunk vásárolt készüléked még nem kártya független, akkor a függetlenítést legegyszerűbben online indíthatod el. A feloldás díjmentes. Blablabla. Amennyiben a hálózati korlátozás feloldását a cégnél intézed, a készülékre vonatkozó garancia, illetve a jótállási jegyen lévő feltételek figyelembevétele mellett megmarad. Tehát ez is egy jó hír, hogy attól még, hogy kifüggetlenítod a készüléket, mivel ott vásároltad, a garanciát ők fogják a továbbiakban is érvényesíteni. Ha ők függetlenítik. Ha nem ők függetlenítik, akkor nem valószínűleg. Ha a külföldre utazol, vagy hosszabb ideig tartózkodsz ott, akkor érdemes a korlátozás feloldását még az utazás előtt igénybe venned. A feloldó kódot az igény kiadásától számított egy munkanapon belül elküldjük SMS-ben a függetlenítés elvégzése után, bármilyen aktív SIM-kártyával használható a telefon, akár külföldön is. Ugye ez azoknak fontos, akik mondjuk tényleg sokat járnak külföldre, és van mondjuk az adott országban lévő előfizetésük is esetleg, és akkor ki szokták cserélni a SIM-kártyát, mert mondjuk ott akkor kedvező áron telefonálhatnak, bár egyébként az EU-ban ez már majdnem mindegy egyébként, csak ugye arra is van egy szabályozás, erről beszéltünk még akkor, amikor ez megszületett, hogy 3 hónapnál tovább nem használhatod külföldön a telefonodat egy húzamban. Tehát haza kell jönni. Vagy föl kell írni a szolgáltatót, és meg kell kérdezni, hogy ilyenkor mi van, hogyha te mondjuk, mit tudom, én 4 hónapig vagy kint, most azért gyere haza egy hónappal előtte, csak lépd át a határt, hogy följelentkezzen a hazai hálózatra és vissza, hogy ilyenkor mi a helyzet. Nem tudom, hogy van-e erre valamiféle méltányosság, hogy akkor így azt mondják, hogy na jó, egyefen azt az 1 hónapot még, vagy nem. Tehát, hogy fogalmam sincs, hogy ilyenkor mi van. De logikus, hogy ugye ezt azért találták ki, hogy ne életvitelszerűen lakjon valaki külföldön, és mégis magyar címkártyát használjon, bár egyébként nagyon sokan csinálják ezt. De mivel általában 3 havonta azért hazalátogat az ember, innentől kezdve még a probléma meg is van oldva.
Jó, na nézzük tovább. Marcel írja nekünk, BIOS frissítéssel kapcsolatban lenne kérdésem. Van egy Dell Optiplex 990-es asztali gépem, érdemes-e frissíteni? De a neten olvastam, hogy Windows alól nem lehet, de YouTube videón láttam, hogyan csinálják, mire kell odafigyelni. A Delleknél azt hiszem, meg nem csak a Delleknél, hanem elég sok gyártónál ez úgy működik, hogy van Windowsos program is valóban, ami egyébként annyit csinál, hogy elindítod, egy exe, elindítod, újraindítja a gépet, és gyakorlatilag lefrissíti a firmware-t. Tehát memóriába beolvassa a firmware-t, és lefrissíti. De ami a legbiztosabb megoldás, az az, hogy kiírod egy pendrive-ra azt a firmware-t, vagy onnan indítod egy kapásból Windows-ol, ha meg nem is Windows-od van, mert Linux-od, akkor mondjuk ez kicsit nehézkesebb lenne. Megvan, le van írva egyébként, hogy pontosan hogy kell csinálni a firmware-nek a... Tehát ahonnan letöltöd a firmware-t, ott van a leírásban benne, hogy kell csinálni. Azt az adott fájlt ki kell írni egy pendrive-ra, arról kell bebootolni, illetve nem bebootolni, egész pontos a hülyeséget beszélgem, be kell menni a BIOS-ba, és ott van egy olyan, hogy firmware upgrade. És ha arra rányomsz, hogy firmware upgrade, és talál az USB-n, tehát a pendrive-on egy firmware-t, akkor azt nekiállja beleírni a BIOS-ba. Tehát a legtöbb esetben ez így működik. Úgyhogy ez célszerű. Jó? De mondom, ott le van írva, tehát persze csinálod a YouTube videó alapján is, csak bizonyos, hogy megról, hogy biztos, hogy ugyanígy kell a te gépeddel. Mert azért még Dellen belül is némelyik gépnél másképp kell ezeket csinálni, meg véletlenül is az legyen, hogy valamilyen Dell firmware-t letöltesz, ezt megpróbáld beletölteni, mert ez nem biztos, hogy menni fog. Tehát kimondottan az adott géphez tartozó, az adott BIOS-hoz való frissítést tessék alkalmazni, mert ellenkező esetben, bár a legtöbb gépnél tiltva van, tehát hogyha valami hibát észlel, tehát hibás a file, vagy nem az a file, ami kellene, akkor nem frissíti le, és ezt jelzi, de előfordulhat, hogy mégsem, és akkor viszont problémát okoz. Tehát erre azért figyeljünk oda mindenképpen. Jó? A RAM-okkal is tesztelve volt meg, azok nélkül is. Hát Zoli, azok nélkül sokra nem mész, mert RAM nélkül nem indul el a gép. Tehát annélkül, azt felejtsd el. Tehát RAM nélkül nem indítasz el számítógépet. Az a vicces, hogy minden más nélkül el tudsz indítani, illetve nem, a videókártya is kell, kivéve ha van integrált. Mert onnantól kezdve mindent kiszedsz a gép, jó, a procinak is benne kell lenni logikus módon, meg memóriának. Videó, proci, memória. Ha ez a három megvan, akkor ezek mindenképpen kellenek ahhoz, hogy menjen a gép. Az, hogy nincs vinyó benne, vagy nincs rádugva, az nem kell. Már BIOS-ig be kell, hogy jöjjön mindenképpen, de ahhoz kell videó, hogy lásd, ugye? Kell memória, hogy valahol beolvasd az adatokat, és kell a proci, ami feldolgozza. Tehát ez a három, ez elengedhetetlen ahhoz, hogy elinduljon egy számítógép. Na meg persze táp és alaplap kell neki, tehát ez logikus. Úgyhogy amivel tudsz szórakozni, az az, hogy ezek közül is lehet persze valamelyik hibás, tehát ezeket is lehet, hogy cserélgetni kell. Még mindig jó a műsor, ezt Nándi írja. Köszönöm, Nándi, majd legközelebb akkor szólj, ha már nem jó. Vicceltem persze, örülök neki, hogy tetszik a műsor. Itt van Laci. Hello, Laci! Hello. Igazából azt szerettem volna hozzászólni, hogy attól még bekapcsol a gépen is, de RAM csak maximum síkol. Tehát... Ja, hát most, de azt én nem nevezem bekapcsolásnak. A ventilátorokat sem. Ja, értem. Jó, igen, ez megint akkor ilyen fogalmi zavarodás, mert nálam az, hogy beindul a ventilátor, az nem jelenti azt, hogy bekapcsol a gép. Tehát itt azért így, azért mondom, hogy ezt így látatlanban elég nehézkes. Ja, igen. Tehát persze, ha általában a memória hiba van, akkor sípol, mint az állat. Tehát az a folyamatos sípolásos történet. Hát, bioszonként ugye eltérő lehet, de igen, az a baj, azért is mondtam, hogy nézd meg egy hátulj oldalt, ott le van írva a pipódok, de ha be se kapcsol, akkor inkább az, amit ugye te is mondtál, hogy vagy alaplap, vagy zárlat, vagy valami ilyesmi, inkább ezek legyenek. Szóval, mert mondom, tehát, hogyha van benne proci... Hát, de ha két gépe van, akkor ezt végtelen egyszerűen ki lehet deríteni, mert ha a tápa hibás, akkor azt a tápot, amin az egyik gép nem indul el, azzal a táppal meg kell hajtani a másikat. Ha azzal elindul, akkor a tápnak nincs baja valószínűleg, vagy legalábbis ettől függetlenül még lehet baja, mert lehet, hogy valamelyik ága rossz. Na, de ha az egyik gépet egyáltalán nem indítja a másikat, meg igen, akkor nem valószínű, hogy a táppal van gond. Akkor inkább az alaplap a gyanús. De lehet tényleg egy zárlat, tehát bármelyik kábelnek a zárlata is okozhatja ezt, igen. Hát ugye ezt is jól mondtad, hogy előtte is, hogy le kell róla húzni mindent.
a legminimálisabb dolgok. Igen, tehát úgy kell csinálni ezt, mintha újraépítenéd a gépet. Tehát szó szerint az elejéről kell összerakni, csak nem kell rádugdosni mindent, hanem először el kell indítani úgy, hogy a lehető legkevesebb dolog legyen benne, tehát az alaplap benne a gépbe, rádugva a táp, ugye a soksoros csatlakozó, meg a 4 pines, vagy 6 pines, vagy 8 pines, kinek milyen. A proci legyen benne, és legyen benne egy memória, meg ha van alaplapi videókártya, akkor videókártya se kell, ha meg nincs, akkor meg kell bele egy videókártya. És innentől kezdve egy gépnek, ha minden oké, akkor el kell indulnia. Hát igen, de vannak ilyen buktatók is, például a Powergombhoz. Ilyen is lehet egyébként, igen. Találkoztunk már ilyennel, pont a Szűcs Dani gépével szenvedtünk még, már nem most már, szerintem az évekkel ezelőtt volt, de neki is akart bekapcsolni a gépe, és kiderült, hogy azért, mert a Power gombja beragadt. Tehát, hogy beragadt a gomb, és úgy maradt. És innentől kezdve seki sebe, mivel mikrokapcsolós, ezért gyakorlatilag fizikailag meg lehetett nyomni azt a gombot, csak valószínűleg belül a kapcsoló az folyamatosan zárlatot csinált, és a gép meg ugye ezáltal nem akart bekapcsolni. Tehát, hogy nem is, bocsánat, nem a power gombbal, vagy gondol, a reset gombbal. A reset gombbal. Tehát hiába nyomogattad a power gombot, mivel a reset be volt ragadva, így a gép állandóan azt hiszem, hogy be se kapcsolt. Tehát nem az, hogy leállt folyamatosan, hanem be se kapcsolt. Tehát ezt produkálta. Tehát valóban lehet a gombnak a problémája is. Igen. Nagyon sok minden lehet hasonlani, sajnos. Igen. Így láthatom, hogy nem nagyon lehet. A BIOS-hoz szóltam még hozzá, de most már így elmondom, hogy betelefonáltam, hogy a gyárt, én a gyárt oldalt néztem meg a Dának az oldalát, tehát és ott azt írta, hogy ez az exe file, ez futtatható Windows alól, legalábbis a leírás szerint. És BIOS alól is. Szerintem. BIOS-alól nem tudom, ők BOSZ-t. Én legutóbb pont egy Dell laptopot frissítettem, vagy frissítettem be a BIOS-t. Ugyanazt a BIOS-t, amit Windows alatt elindítok exeként, ugyanazt a felírom a pendrive-ra, a BIOS el tudja indítani. Érdekes. Igen, vannak ilyen funkciók, az én laptopom is képes erre, hogy van egy instant flash, nem is tudom már. Igen. És akkor beolvassa a pendrive-ról is, uh-huh. És már felrakja. Igen, hát ez az általános egyébként. Illetve hát az a jobb megoldás, azt meg a HP szokta azt hiszem csinálni, hogy Windows alól lefrissíti, és gyakorlatilag még csak újra se kell indítani, mert a legközelebbi újraindításkor gyakorlatilag akkor frissül be a BIOS. Tehát akkor beleírja. Tehát. És amit még akartam mondani, néztem, hogy ez elvileg a CPU mikrokódot frissíti, gondolom ez a Spectre meg a... Így van, igen, annak a sebezhetőségeit, jaja. Sőt, tovább megyek, legutóbb, szintén egy laptopnál, képzeld el, a Windows frissítése jött le BIOS frissítés. Tehát a Windows maga lefrissítette a BIOS-t. Ilyet se láttam még egyébként, de szintén Dell laptopnál. Érdekes na, volt, teljesen meglepődtem. Kockázat, mert ugye ott a aksi benne, akkor nincsen gond, hát igen. Az áram itt igazából... Ugye igen, nem, csak az hogy lerántotta a netről maga a Windows frissítés, a BIOS frissítést. És ott volt, hogy BIOS frissítés, és amikor fölpakolta, akkor gyakorlatilag újraindította a gépet, és beleírta a BIOS-ba ugye az új flash-t. Csak az, hogy ezt egy Windows megcsinálja anélkül, hogy neked le kelljen töltögetned külön, ezen meglepődtem, mert ilyet még nem láttam én sem. Én egyszer láttam, csak én is összesen a pályafutásom alatt, de szerintem elég korrekt, mert ott például egy olyan hiba volt javítva, hogy kijött az új Windows verzió, és utána, hogyha nem frissítetted előtte a BIOS-t, akkor nem indult el többet a Windows. Az valami a Secure Boot-tal volt valami kavarás benne, és azért kell BIOS frissíteni. Hát, lesz itt még probléma egyébként a BIOS-ok kapcsán majd amikor itt tényleg jön az UEFI, meg hogy most már az Intel teljesen ugye beszünteti a régi NBRS megoldását, és csak és kizárólag UEFI is lesz a történet. Tehát igazából, ha úgy nézzük, akkor nem lesz BIOS, hanem maga a illetve hát lesz valamilyen kezdetleges BIOS, mindenképpen lesz, csak ugye most is az van, hogy már mixelve van, tehát hogy van, hogy UEFI-s vagy Legacy, és a régebbi gépek ugye még Legacy-sek, az újabbak már UEFI-sek, és a jövőben meg már csak és kizárólag UEFI-sek lesznek, sőt már vannak már most olyan laptopok egyébként, amik csak és kizárólag UEFI-vel hajlandók működni.
És általában ugye ez a jövő, hát majd 2020-tól, ha jól tudom, már csak és kizárólag ilyeneket fognak adni. Hát át kell állni. Nem probléma, csak valószínűleg majd kompatibilitási gondok azért lesznek, főleg a régebbi gépekkel, hogy majd amikor egy Windows frissítést akarsz csinálni. Egyébként már most is így van, hogy a régi Legacy is nekem már volt, hogy újra kellett írnom rá, és a Rufus-szal kellett kiírnom a Windows telepítőt, Legacy-ba, hogy egyáltalán tudjak róla bootolni, mert a Media Creation által megírt pendrive, az nem volt hajlandó Legacy-ba bebootolni. Akármit csináltam vele. Az elképzelhető, nem tudom, hogy módosít-e a partíciós táblán a GPT-re cserélje, vagy MBR marad-e, mert az okozott problémát régi. Megint jó kérdés, ugye? Na ezek azok a dolgok, amikből azért lesz kavarodás, mert már most is van. Jó, van, Laci. Igen, köszönöm szépen. Hello, szia-szia. És mindenkinek köszönöm szépen a figyelmet. Eddig tartott ma a Restart, de holnap folytatjuk ugyanígy negyed, mi negyed? 18-25-kor várlak benneteket a TV képernyők, illetve az internet előtt. Szevasztok!